Először a magyar, majd a szerb himnusz csendült fel a több mint 100 éves zentai városháza falai között. Az ünnepi ülésen Bálu Tatjana, a zentai községi képviselőtestület elnöke üdvözölte az egybegyűlteket, köztük a magyar és a szerb államfőt, valamint Magyarország, Törökország, Szerbia és a tartomány küldöttségeit. Külön megtiszteltetés és mérhetetlen öröm számomra, hogy megnyithatom Zenta község képviselőtestületének városnapi ünnepi ülését a zentai csata 320. évfordulóján. Zenta nem csak az élőhelyünk, hanem a sorsunk és a jövőnk is, emelte ki beszédében Ceglédi Rudolf polgármester, aki hozzátette, mindent megtesznek, hogy gazdaságilag is az élvonalba kerüljön városuk. A zentai csata fontos eleme a zentaiak identitástudatának, tette hozzá. Elmondhatjuk, hogy a Tisza partján jelképesen két világ ütközött meg, és a harcművészeti téren is fejlettebb, haladóbb európai társadalom és kultúra kerekedett felül, amelyben nagy szerepe volt a tömnemzetiségű keresztény hadak összefogásának és az egységnek. Ennek már 320 éve, de nekünk késői utódoknak továbbra is napról napra meg kell vívnunk a magunk ütközeteit és csatáit. Számos történelmi esemény van, aminek megértéséhez és értékeléséhez el kell felejtenünk a rögzült közhelyszerű tudást, mondta Pásztor István, a tartományi parlament és a VMS elnöke. A zentaiak 25 éve úgy döntöttek, hogy a katonai zseniként tisztelt Savoyai Jenőnek győzelméhez kötik városuk ünnepét, fogalmazott. Amikor a KKT meghozta a döntést, mondhatni, tüntető kiállás volt azért, hogy megértessük, a világnak ebben a sarkában nem tudunk jobbat és bölcsebbet az összefogásnál. Nem csak a folyók formálták itt a tájat, de örökös újrakezdéseink a magunk jellemét is, fogalmazott beszédében a magyar államfő. Ma sem mindegy, hogy milyen békét kötünk egymással, és végső soron önmagunkkal, tette hozzá Áder János. Nekünk, kései utódoknak az a feladatunk, hogy egymás megbecsülésével őrizzük sokszínű hagyományainkat, kulturális örökségünket. Szerbia és Európa számíthat ránk. Szerbiának több barátja van most, mint bármikor valaha. Egy azonban kiemelkedik közülük, Magyarország, amely a reformok kezdete óta folyamatosan támogatja Szerbiát, fogalmazott Alekszandar Vučić, Szerbia államfője. Mi szerbi, kao i mađari, imamo mnogo razloga da budemo ponosni na bitku kod Sente. Veliki broj naše braće borio se na pobedničkoj strani, rame uz rame sa našim mađarskim prijateljima. A díszülésen polgármesteri jubileumi díszoklevélben részesítették Nagy József Esperes plébánost fáradhatatlan munkájáért, aminek köszönhetően felépülhetett a zentai Kis Szent Terész emléktemplom. Úgy szintén díszoklevél illette Verebes Ernő költőt, zeneszerzőt, a Budapesti Nemzeti Színház dramaturgiát, amiért fellendítette Zenta művészeti életét. Kiosztották a Pro Urbe díjakat is. Máriás Vilmost, a Zentai Gimnázium kémia tanárát kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért posztumuszt tüntették ki. Az elismerést felesége vette át. Szórád Endre, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium kémia tanára szintén átvehette a Pro Urbe plakettet.